Mint Kovács Sándor, a KUN szövetség elnöke, országgyűlési képviselő beszámolójában elhangzott, az Egyesület hagyományőrző és értékteremtő munkája évről évre egy határozottabb szerepet tölt be hazánk kulturális életében, amellett, hogy biztosítja a nagykunok megmaradását a Kárpát-medencében. A KUN szövetség által támogatott védőnökséget vállal tavalyi év eseményei közül kiemelte a szeptemberi 4. KUNok világtalálkozóját, a karcagi birkafőző fesztivált, a Kovács Mihály emléknapokat és a redemciós megemlékezéseket, a KUN-Szentmiklósi, KUN-Szentmártoni turkevei és vasi hagyományőrző rendezvényeket, fesztiválokat és a 20 éves tiszteletbeli kazak konzulátus ünnepét. Az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról KUN Csaba, az EBI elnöke ismertette a jelenlévő kiskun és nagykun tagokkal. Ezt követően elfogadták a 2019-es évi rendezvényeket, amelyek felett a KUN szövetség védnökséget vállal. A napirendi pontok után Kovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban miniszteri elismerésben részesültek. Azok a vállalkozók is ajándékot kaptak, akik tavalyi évben a KUN szövetségnek nyújtott anyagi támogatásukat. Az elnökség Lajkó Gergely jászszentlászlói hagyományőrző számára ítélte a KUN szövetség egyik fiatalon elhunyt alapítója emlékére létrehozott Sudár István emlékdíjat. Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász által készített plakettet Kovács Sándor adta át a kitüntetetteknek. Én Jászszentlászlóról jöttem, igazából Gyütmentnek, még ott is Gyütmentnek mondanának a helyiek, igazából nekem délalföldi gyökereim vannak, Hódmezővásárhely, Pusztától egészen Szegedig, és a család a 90-es években költözött Jászszentlászlóra, én már ott születtem, és hát a lovas kultúrával én már, hát, még őszinte koromban már kapcsolatba kerültem. 5 évesen én meglógtam otthonról, és a falusi fuvarosok még 90-es években működtek, és engem ők vezettek be a lovas élet rejtelmebe, és azóta megfertőzöttje vagyok a lovas életnek. Természetesen aktívan lovagolok, 10 éves korom óta rendszeresen lovagolok. Ugye nekem nagyon fontos az, hogy a kutatási területem, a lovas kultúra kutatás az egyben egy gyakorlati példa is legyen, és igen, természetesen idén nyáron a párommal egy 2 hetes lovastúrán vettünk részt. Természetesen a Szépe Ferenc kiskunkapitány huszár hagyományozó csapatának is tagja vagyok, akik velük együtt szoktunk a kistérségbi nemzeti ünnepeken fellépni és emelni a eseménynek a színvonalát. A KUN szövetség így gondolta, hogy ilyen fiatalon ezt így sikerült, és nagyon fontos szerintem, hogy a hagyományozó tevékenység mellett a tudományos életet is ezt így támogatják, ez számomra igen meglepő volt, és reményt látok a hazai hagyományőrző csoportok jövőjét illetően. Szépe Ferenc Emeritus kiskunkapitánnyal beszélgetünk, itt végig hallgatta a díjazottat. Jó érzés, amikor olyan ember díjaznak, aki az ön csapatában van? Feltétlenül, és valóban méltó helyre került ez a díj, amit előbb mondott a Gergő, szerint nagyon friss diplomás, és évek óta komoly tudományos munkát is folytat, cikkeket ír, könyvet is ír. Most nyílt múlt héten egy nagy kiállítást a Jászszentlászlón, a paraszt életről, a 19.-20. század teljes paraszti világát feldolgozták, egy egész interaktív kiállítást csináltak, nagy visszhangja van ott a térségbe, és hát a másik az nagy örömöm, hogy nem csak, hogy a hagyományt kutatja, éli, hanem egy tanyát vett ott mellettem, és tanyasi emberként fogja folytatni a tudományos munkát is, meg a gyakorlott életet is. Visszajönnek fiatalok a gazdaságba, a tanyavilágba, ez nagyon jó érzése tölt el mindenkit, meg engem különösen. A közgyűlés végén dr. Barta Júlia néprajzkutató mondta el a KUN Mi Atyánkot, és az Iloncsuk Szabad Csapat Vas Gergő vezetésével egy rövid bemutatót tartott az udvaron.